A kamera láttán sikongatva boldogan futnak a gyerekek a kerítéshez, mely megújult. A tél folyamán először a Paksi Benedek elek óvoda ifjúságúti tagovodájának, majd a Kishegyi úti tagovodának az utcafronti kerítése kapott új köntöst. Régi kerítések, ha még valaki emlékszik rá, hát már nagyon-nagyon rossz állapotban voltak. Minden köszönet egyébként az óvodapedagógusoknak azért, hogy azt a ronda kerítést is, meg a nagyon rossz állapotban lévő kerítést is különféle installációkkal, amit a gyerekekkel készítettek, azzal próbálták egy kicsit szebbé tenni. A régi drótkerítés és beton oszlopok elbontásra kerültek, helyére új 3D táblás kerítés és került kiépítésre 30 cm magas betonlábazattal. lábazattal. A tereprendezés után tavasszal a füvesítés is megtörténik majd az új kerítés mindkét oldalán 1-1 méter szélességben. A két óvoda kerítése több mint 20 millió forintos önkormányzati forrásból valósult meg. Korábban a bejárati kaput is szebbé varázsolták a Kishegyi úti óvodában. A kerítésépítés szinte két hónapsot sem vett igénybe, és már is itt van, és szépül. És nagyon örülök, hogy fejlesztési tervek még a közeljövőbe, vagy a belátható közeljövőbe is lesznek az óvodánknak. Pakson az intézmények fejlesztési programja ebben a két óvodában az udvarok megújulásával folytatódik. Az ifjúságúti óvoda funkciója azonban változni fog a jövőben. Itt bölcsödét alakítanak ki, míg a régi lakótelepi bölcsöde épületéből óvodát hoznak létre. Ide költözik át az ifjúságútról az óvoda.